Nemzetközi csocsóbajnokságot rendeznek a Csaba Gyöngye Kulturális Központban, és erről kérdezzük Földi Zsoltot, a Viharcsarki Csocsó Egyesület alelnökét. Csocsúszni azt hiszem, hogy mindenki szereti, és mindenki tud is valamennyire. Mennyire tekinthető ez sportnak, és nem pedig egy kocsmai hobbinak? Hát ez attól függ. Az, hogy mindenki tud, az mindenki szokott játszani a kocsmában, az egy abszolút ilyen kocsma játékként tekintető. Mi ezt teljesen máshogy műveljük. Itt edzések vannak, illetve olyan szabályok, amiket általában azért a kocsmában nem szoktak betartani az emberek. Ugye egy nagyon sok oldalas szabályzat alapján működünk. Nem lehet megütni az asztalt, mármint hogy belül sem, tehát hogy nem csapkodhatjuk oda, nem beszélget, nem lehet beszélni ugye mérkőzések közben. Úgyhogy ezek csak a legalapvetőbb szabályok, ezek között rengeteg olyan technikai szabály van még, amit nem vesznek figyelembe általában, hogy csak valaki játszik. Nyilván itt mi módszeresen készülünk ezekre a versenyekre. Edzéseket tartunk magunknak is, a fiataloknak is, illetve akár videós elemzésekkel is, úgyhogy ez teljesen más. Nyilván ez innentől kezdve sport, tehát hogy ez akár egy mérkőzés, akár 50 percig, vagy akár olyan több mint egy óra hosszáig is eltarthat. Azért ott az embernek egy az, hogy az állóképessége is, tehát az fizikálisan is rendben legyen, és nyilván végig kell koncentrálni. És nem egy ilyen mérkőzésem van az embernek egy napon, hanem akár lehet, hogy 10-12 is, és ez 3 napon keresztül megy. Hát hétfő reggelre már azért az embernek hát érzi az izmait rendesen, meg a végtagjait. Úgyhogy ez abszolút teljesen más, mint a kocsmában játszott játék. Láttam, hogy rengetegféle kategória van, hogyha megemlítenél néhányat, hogy miben lehet majd versenyezni itt. Ugye a két alapvető kategóriánk az a nyílt páros és nyílt egyéni, ugye ez itt mindenki elindulhat, tehát itt a legprofibbaktól azok, akik végig befejeződnek, akik éppensége teljesen amatőrök, de nyilván gondoltunk mindenkire, így aztán gondoltunk azokra is, akik tényleg amatőrök, és nem szeretnének minden mondjuk két meccs két vereséggel távozni a versenyről. Nekik van rookie páros kategóriánk, illetve a fiatalokra is, ugye itt az utánpótlásbázis miatt ez különösen fontos. A fiataloknak van junior párosunk és junior egyéni kategóriánk is, ahol egészen szép számmal neveznek a srácok, lányok. Illetve nyilván a klasszikus kategóriáink, még a vegyes páros, vagy akár a félprofi kategória, ami kifejezetten népszerű szokott lenni, hiszen ott csak a ranglista első 30 helyzetje nem indulhat el, viszont rajtuk kívül bárki más. Úgyhogy 12 kategória, gyakorlatilag mindenki meg fogja találni a magának tetszőt mindenféleképpen. Mire számíthatnak azok, akik péntektől vasárnapig ellátogatnak a Csaba Gyöngye Kulturális Központban, becsatlakozhatnak-e nézőként, akár játékosként is adott esetben, illetve hány asztalon zajlik majd a küzdelem? Kezdem azzal, hogy hány asztalon. Ugye itt 15, esetleg kibővíthető 19-re, tehát 19 darab versenyasztalunk lesz az Agórában. Igazából előregisztrációt egyetlen egy kategóriánk igényel kötelezően, a többibe, ha éppensége valaki úgy gondolja, hogy ő beszeretne jönni és játszani szeretne, akkor természetesen megengedjük neki, benevezhet, kipróbálja magát, akár egy, de lehet, hogy akár mind a 12 kategóriában, mert ebben nincsen semmiféle ilyen megkötés. És mindenkit szeretettel várunk egyébként nézőként is megtekintésre. Ha minden igaz, akkor ugye itt csütörtök délutántól egy lelátónk is lesz, ahol nyugodtan föl lehet ülni és a két főasztalt folyamatosan nézni. Mind a kettő asztalunkról lesz egy élő stream, amit az Országos Szövetségnek köszönhetünk majd. Úgyhogy a helyszínen is lehet folyamatosan nézelődni, és nézni a versenyeket, teljesen szabad lesz a bejárás. Az a lényeg, hogy népszerűsítsük ezt a sportot, és lássák az emberek, hogy ez nem csak a kocsmában lévő játékról van szó, hanem tényleg egy sport, és lássák, hogy ez a profi körülmények között működik, és hogy itt akár a gyerkőcöket be lehet vonzani vele, mert megmozgatja az embereket. Mitől lesz nemzetközi ez a bajnokság? Ez attól, hogy a Nemzetközi Szövetség egyik ilyen szervezése, vagy égisze alatt alakuló verseny, szerveződő verseny igazából, ebből két fajta van, a VT500-as és a VT250-es, ebből ahhoz, hogy valaki nemzetközi
tagságot kaphasson, mint például a Magyar Szövetség is, hogy megkapja az ITSF-hez a Nemzeti Szövetséghez a tagságot, ahhoz 2 darab versenyt kell leszervezni egy évben. Az egyik ugye egy VT500-as, a másik pedig egy ilyen verseny, és ezt kaptuk most meg, hogy ennek a szervezési lehetőséget, ez azt jelenti, hogy nem csak a magyar ranglistán versenyző játékosok, vagy szereplő játékosok azok, akik nevezhetnek, hanem azok is, akik ugye a környező országból, vagy akár bárhonnan a világ bármely tájáról megérkeznek, ők benevezhetnek ezekbe a kategóriákban. A Biasarki Csacsó Egyesület hány sportolóval képviselteti majd magát? Ez egy jó kérdés, most így hirtelen ezt nem számoltam össze, de ilyen 25 és 30 között leszünk, itt még ez munkától, meg még betegségből való felgyógyulástól is függ, de egy 25-30 fő nagyjából. Az utánpótlásra mennyire helyeztek hangsúlyt, illetve ugye az edzéseiteket nagyjából hányan látogatják? Hát az edzéseket azt igazán mivel erre fektetjük a legnagyobb hangsúlyt, főként, mert idősebb profi játékosok kevesen vagyunk már sajnos, akik bele tudják tenni az időt és energiát. Így aztán heti rendszerességre az edzéseinket van, hogy 8-10 gyerkőc, de volt már olyan is, amikor 15-16 gyereknek tudtunk edzést tartani egy csütörtök délutánon, illetve szerencsére maguktól is lejárogatnak, vagy csak egyszerűen megbeszélt időpontokban is máskor is. De az edzéseken mindig összegyűlnek, úgyhogy 10 fő fölötti létszámmal szoktunk számolni. És az edzések azok hány asztalon zajlanak itt a Csaba Gyöngye Kulturális Központban? Jelen pillanatban 5 asztalt bérlünk, és mind az 5 asztalt igénybe kell venni, ugye, valamikor kevés is ugye, a gyerekek miatt, hogy egy asztalon, hogy lehet, hogy csak egy embernek kényelmes gyakorolni, és akkor mondjuk oda 5 ember lenne, hogy gyerek lenne az ideális, de amikor 15 van, akkor is kitalálunk, tudunk kreatívak lenni a gyakorlást elé, hogy ez működőképes legyen, és hasznos legyen a gyerekek számára. Köszönöm szépen!